Fontos változásokat hoz a július. A családtámogatási akcióterv részeként több ponton is módosul a csok, vagyis a családi otthonteremtési kedvezmény. A következő hónap elejétől még többen juthatnak a támogatáshoz, valamint megjelenik az úgynevezett babaváró hitel, mindezek pedig az ingatlan piacra is várhatóan jelentős hatással lesznek. Több helyen is zajlik építkezés jelenleg Nyíregyházán. A beruházások száma nyártól megugorhat, de nem csak itt a városban, hanem kisebb településeken is a megyében. Júliusban élesednek ugyanis a csok feltételei. A felvehető kamat támogatott lakáshitel összege 10-ről 15 millió forintra nő a három gyermekes családoknál, illetve két gyerekes családok is felvehetnek 10 millió forint kedvezményes hitelt. Ezen kívül a megvásárolt ingatlanra vonatkozó feltételek is több pontban módosulnak, valamint elindul a falusi csok, összegzi a bank 360.hu. További bejelentett családtámogatási intézkedés a kamatmentes személyi kölcsön, ismertebb nevén a babaváró támogatás fiatal házasoknak. Szintén jelentős segítség a gyerekek születésénél a jelzálok elengedése és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A családok tehát több konstrukcióban is gondolkodhatnak, amelyek sikeres megpályázása a lakásvásárlási terveiket, lehetőségeiket is jelentősen befolyásolhatja, ez pedig a következő hónapokban az ingatlan piacon is éreztetheti hatását. De hogy hol mire lehet számítani, erre is keresük a választ a következő beszélgetés során. Vendégem a témával kapcsolatban a Kölcsei Televízió stúdiójában Bákány Zsoltné aranyfokozatú szenior otthon szakértő. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Június közepén járunk, tehát július eleje az nagyon közel van már, és akiknek az életükben egy mérföldkő következik, akik otthont keresnek, otthont szeretnének teremteni. Úgy gondolom, hogy napról napra figyelniük kell a változásokat, mert hogy itt most jelentős számban történnek változások. Kezdjük akkor ott, hogy a csok körül milyen változások várhatóak, milyen fontos, amit most el tudunk már mondani. Hát a legesleges -leges legfontosabb talán az, hogy a kettő gyerekes családok is tudnak ugye úgy kedvezményt igénybe venni, hogy 10 millió forintot kaphatnak kedvező feltételű kamatozással hitelt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen azokat a családokat is otthonhoz segíthetjük eddig, akik eddig ezt nem tudták elérni, mert hiányzott egy ilyen kedvező kamatozású kölcsön, amire úgymond hitelképesek, ezzel ők is megvalósíthatják a álmaikat. A tapasztalatok mióta gyűlnek, mióta van a sok, és mennyi idő után jöttek azok a visszajelzések, hogy A vagy B ponton érdemes lenne módosítani? Tulajdonképpen most a július esét mi is ugyanúgy várjuk, mint minden család, hogy mi fog történni, mi fog változni. Minden csak akkor lesz biztos, amikor ezen a dátumon túl leszünk. Én azt gondolom, hogy érdemes uh, hiú ábrándok helyett a megfelelő hitelközvetítőkhöz, vagy a számunkra szimpatikus bankhoz befáradni, és a mi lehetőségeinkről, konkrétan a mieinkről tájékozódni, mert ugye nem ugyanazok a lehetőségeink vannak nekünk, mint a szomszédunknak. Attól függetlenül, hogy ott is kettő vagy három gyerek van, illetve, hogy még nincs egy sem, de vállalnak hármat. Tehát minden, minden feltételt alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt fölhívjuk az ingatlan közvetítőt, hogy mit is szeretnénk, illetve hát mi is nagyon szívesen segítünk ezeket a dolgokat egyeztetni. Az, hogyha olyan pár szeretné ugye már az otthonát megteremteni, ahol, ahogy ön említette, mondjuk van egy gyerek, vagy egy sem, de vállalnak hármat, az azért nehezíti a helyzetet nyilván a jövőre nézve. Többet kell vállalniuk, vagy ö, nagyobb kockázatot nyilván. Azt gondolom, a kockázata a leginkább az előrevállalásnak van, ugyanis nem tudhatjuk, hogy nem adódik olyan körülmény, ami miatt esetleg egy második vagy egy harmadik gyermek nem fog megszületni. Mert sajnos az élet az produkál olyan dolgokat, amikkel nem számolunk. Nyilván azok a gyerekek, amikre már megvannak, tehát nyugodt szívvel vállalhatunk, ö, dolgokat, nyugodt szívvel mehetünk igényelni, viszont ahol még egy gyermek sincs, ott azért megfontolandó, hogy mit mernek bevállalni, mert hogy ezeket a kölcsönöket nem teljesítés esetén vissza kell fizetni. Az is nagyon fontos, hogyha vállalt babáról beszélünk, ahhoz házasságkötés szükséges. Ez generált egyébként most egy kisebb házasodási lázat. Tehát azok a fiatalok, akik jövőre vagy egy év múlva terveztek házasságkötést, most a polgári szertartást megtartják, és esetleg későbbre halasztanak egy dinomdánomot, hogy tudják igényelni és tudjanak tovább lépni. A július magával hozza az úgynevezett babaváró programot is. Mennyire ismerik ezt a családok? mivel hogy az előbb hivatkozott weboldal kifejtette, kiszámolta, hogy a babaváró hitelnek a visszafizetési feltételei jelen esetben kedvezőbbnek tűnnek a csoktól, ezért elképzelhető, hogy a babavárót és a csokkot össze fogják vonni, mivel hogy kedvezőbbek a feltételek. Mindenféleképpen fontos tudni, hogy azért ennek a babaváró hitelnek is van egy feltételrendszere. Ugye Első házasságban kell élnie legalább az egyik félnek a házastársak közül, az nem számít bele házasságnak, hogyha megözvegyült az egyik fél tehát tulajdonképpen egy, az egyik félnek kell elsőházasságában élnie, és a hölgyeknél van egy bizonyos életkor, a 18 és a 40. Arra számítanak egyébként, hogy azok a fiatalok, akik frissen kikerülnek az egyetemről, azok fogják ezt leginkább igénybe venni, hiszen van rá idejük, hogy ezek a babák megszülessenek, illetve nekik biztosított lesz az a három éves jogviszony, ami a TB jogviszony és azt is tudni kell, hogy ugye aki egyetemre jár nappal a tagozaton, annak ez a TB jogviszonya megvan. Felmerül gondolom sokakban, hogy miért kellett egy külön olyan szóösszetételt gyártani, hogy vidéki csok. Igen, hát az előbb volt itt egy nagyobb településnek a, a polgármestere, és nekem is szívügyem a vidék. Tehát én is vidéki lány vagyok, és azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy támogassuk a kisebb falvakat, mert hogy háttérbe szorulnak. Ahonnan én származom, Kisvárda környékéről, ott nagyon sokan el kellett, hogy költözzenek, én is, hogy munkát találjak, hogy főiskolára járhassak ezt megakadályozandó, hoztunk egy ilyen, hoztak egy olyan intézkedést, amivel maradhatnak a kis településen, és esetleg járhatnak vagy Kisvárdába, vagy Nyíregyházára dolgozni. Tehát meg lesznek azok a feltételek, ami miatt eddig ugye eljöttek a kis településről. Korábban ez a támogatási lehetőség nem terjed ki földrajzilag ezekre a területekre? De a használt csokkot igénybe lehetett venni a falusi csokkal érintett településeken, csak a támogatás mértéke sokkal nagyobb, mint ezelőtt. Tehát, kettő, tehát sokkal többet tudnak igénybe venni, mint ezelőtt pár évvel. De ezután sem fog vonatkozni minden településre. Így van, 2000, 800 talán a települések száma, ahol vonatkozik. Van egy, ugyan, egy 5000 alatti lélekszám, ami, ami tehát ezt a kormány végül is kiadta ezt a listát, hogy hol lehet majd igénybe venni a szabolcs már Bereg megyei településeknek a listája is egyébként az interneten kettő kattintással elérhető. Hány település kerülhetett rá, vajon erre a listára körülbelül? Szabadszat Nem tudom, de gyakorlatilag szinte minden. Tehát, hogy én, én végignéztem okkal, tehát nyilván megnéztük azt az agglomerációt ingatlan szakértőként, ami Nyíregyházához vagy Kisvárdához közel van, tehát számíthatunk egy nagyobb mozgásra, de gyakorlatilag majdnem minden település, tehát például ott van Ajak is, aki megkapta ezt a lehetőséget és azért az is közel van úgymond a pap, tehát ezek mind Kisvárdának a szomszédságában lévő települések. Itt pedig említhetjük Kótajt, Apagyot, Apagyot Bújt, amik körülbelül olyan autótávolságra vannak, mint egy forgalmasabb nyélszőlősi kaland reggelente, tehát azt gondolom, hogy támogatható ez a dolog. A felvezetőben is elhangzott, hogy fellendülés várható az ingatlan piacon. Ez szinte biztos, ugye? Ez így van, tehát én 7 éve, eh, amióta elkezdtem ezt a szakmát, mindig voltak bizonyos lent és fent állapotok. Most azt vettük észre az elmúlt kettő hónapban, hogy van egyfajta kivárás. Volt tranzakciónk, tehát nem panaszkodom, mert azért a, az 50-es korosztálynak is szüksége van váltásra, de nagyon sokan várnak erre a lehetőségre, és ahogy a legutóbb az egyik ügyfelem fogalmazott, hogy esélyünk sem lenne lépni, ha ez nem lenne. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy egyrészt sokan vannak-e az ügyfelek, akik ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően kopogtatnak be önökhöz, illetve hogy kellőképpen tájékozottak-e, vagy mindig az origótól kell kezdeni? Sajnos tehát kétfajta ügyfél van, ez mindig attól függ, hogy milyen személyiséggel és milyen tehát hogy hogy áll ez a dologhoz. Én azt gondolom, hogy segíteni kell őket, mert nagyon sok információ nem úgy kerül ki az internetre, hogy az közérthető legyen, és ehhez kell a mi támogatásunk, illetve a hitelközvetítők és a bankos szakembereknek a támogatása, mert Tényleg olyan dolgokat nem tudnak egy nemes, tehát egy nagyon egyszerű példa, házasság nélkül ö, született egy gyermekre, nem tudta a fiatal pár egy hónappal ezelőtt, hogy megkapja a 600 ezer forintot. Amikor ezt én mondtam nekik, hát a nyakamba ugrottak, hogy tényleg, mert nem tudják, tehát nincsenek tájékoztatva, vagy nem úgy olvasnak a sorok között, ahogy kellene. Én úgy gondolom, hogy kellene részletes tájékoztatót tartani ezekről a dolgokról de önök folyamatosan figyelik a változásokat, Ez kell van. is, hogy figyeljék, úgyhogy önökben bízva, akkor talán hát, meg is tervezhetik az otthonukat a fiatal van Sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tájékoztatást adott a kedves nézőknek. Én is köszönöm.